A Cannes-i filmfesztiválról hazatérve újságírók kérdései, interjúk bombázzák, rádió és tévéfelvételek várják Molnár Leventét. Ő viszont nem bánja, tudja, hogy a siker ezzel jár. Majd, ha lecsillapodnak a kedélyek, akkor majd megint csak a munkára koncentrál, mondja. Eltelt egy néhány nap, aludtam is egy kicsit, még kell aludja, sokat, mert elég sok lealvatlan órán van, hogy úgy mondjam. De nem, most nem feltétlenül fog sikerülni, mert itt vagyunk Kolozsváron, megy a TIF, úgyhogy ez megint arról híres, hogy nem sokat alszunk, mert dolgozunk, és barátkozunk, és örülünk, de hogy nem hiszem, hogy eltelt elég idő. Egy olyan megvalósult álom, amit én lényegében meg se álmodtam. Na, ezt valaki próbálja meg nálamnál jobban szavakba önteni, mert én nem tudom, de azt tudom, hogy öröm van, ezt az örömöt osztani akarom, és hogy nem szeretnék ettől elszállni, megbolondulni jobban, mint amennyire megvagyok, vagy ilyenek. Ennyi. Még van egy minimum, még egy nagyon nagy örömöm az, hogy nagyon éreztem azt, hogy itthon nagyon-nagyon szurkolva van nekünk, és ez mérhetetlen jó érzéssel töltött el, és nagyon sok energiát adott, és nagyon-nagyon jól esett, és ezt nem tudom, hogy fogom, de próbálkozom meghálálni, ugyancsak munkával. Az, hogy belehelyezd magad ebbe a környezetbe, és hogy tud működtetni azt a karaktert, ami lényeg színészileg a dolgod, ott a legnehezebb az volt, hogy ne használj semmit abból az információból, aminek birtokosa vagy. Mert minden ilyen jellegű információ poszttragédia, poszttraumatikus, és a viszonyulásod ezekhez a történetekhez nem segíti a színészi munkát, mert nem a sajnálat, nem a részvét, nem ezek azok a hajtóerők, amik a karaktert működtetik, hanem pont az ellenkező, hogy az adott tragikus körülmények között és azok ellenére tudni működni, próbálni cselekedni, még a remény teljes valószínűsége nélkül. Munkára jöttem haza, vágyom a munkára, ez egy olyan esemény, a Kolozsváron történő Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál, ami az egyik kedvencem. Szerencsére volt jó néhány év, amikor nézőként tudtam jelen lenni, amikor úgy telt el ez a fesztivál periódus, hogy minden egyébre lapatot nyomunk, és meglógunk ahonnan csak lehet, csak azért, hogy tudjunk beülni a moziba, és nézzünk filmet reggeltől estig. Ezt csináltam jó pár évig. Most így 3-4-5 év után, miután már így szervező csapat részese vagyok, hiányzik az a periódus. Szervezőként elég kevés filmet tudsz látni, de hogy mondjam, valahol veszítesz, máshol nyersz. Jó fesztivál ez. Ez egy oxigéndús, szép bolondságú, várost felfordító, filmre koncentráló, együttlétre lehetőséget adó, 14. kiadásánál levő, és még mindig folyamatosan fiatalságát megőrző fesztivál, amiben öröm dolgozni. A két esemény összehasonlítása nem lehetetlen. Cannes-ban is hallottak a TIF-ről. Cannes ennek az iparnak az egyik csúcsa, az egyik legnagyobb ünnepe. Mindez nem vesz le semmit a TIF értékéből. A TIF is egy A-kategóriás, akkreditált filmfesztivál, ami nem is akar Cannes lenni, aminek a legnagyobb ereje az a fiatalos lendülete, ami immár a 14. alkalomnál is tetten érhető. Számomra egy nagyon nagy ajándék az, hogy ott lehettem, és egy ugyanakkora ajándék az, hogy itt lehettem.